Na szavaztok srácok, itt is lennék a legújabb újjáépítés videóval, és a mai napon a Villarreal csapatát fogjuk újjáépíteni. Ha egy olcsó és megbízható oldalról szeretnél a FIFA zsetont vásárolni, látogass meg a fifacoin.com-ot, és használd a Bazsi kuponkódot 5% kedvezményért. Link a leírásban. Eléggé kemény dolgunk lesz, ugyanis egy eléggé idősödő félben lévő csapatuk van. Többen is írtátok, hogy építsük újra őket, úgyhogy igazából ezért is történik ez most. Meg hát kíváncsi vagyok, hogy mit tudok kezdeni egy eléggé tényleg öreg csapattal, úgyhogy elég komoly kihívás lesz. Nem tudom hányszor mondtam ki ebben az elmúlt 40 másodpercben, hogy elég, de hát ez ilyen. Na nyomjuk! Na srácok, kezdetben így néz ki a csapatunk. Danjumát már visszahoztam kölcsönből, illetve Bulaye Diát is. Valami ilyesmi a lehető legjobb csapatunk. Van egy-két fiatalabb tehetség is van azért, de a csapat nagy része az idős játékosokból áll. Úgyhogy például Morenót, meg Parejót meg is próbálom eladni jó pénzért, amíg még lehet. Parejó is például 33 éves, 86-os, sokáig nem lesz már jó. Próbálok inkább valami kicsit gyengébb értékelésű, de sokkal fiatalabb tehetséget igazolni a helyükre. Pepe Reinát is mindenképpen le kell cserélni, mert hogy már 40 éves, úgyhogy bőven van itt dolog. Kíváncsi leszek, hogy hogy áll össze a csapat itt az első átigazolási időszak végére, majd meglátjuk. Na meg is van az első igazolásunk, aki nem más, mint Robert Sanchez, egy kapus, 20 millióért érkezett a Premier League-ben szereplő Brighton csapatától. A sértékelést kaptunk, 79-es értékelésű egyébként, Pepe Reinánál egy 15 évvel fiatalabb, azért igazoltam le, meg mert a spanyol is igazából, úgyhogy bele is illik a csapatunkba. Második igazolásunk egy igazi fiatal superstar, Pablo Gavi, aki a Barszától érkezett, 48 milliót fizettem érte, a sértékelés megint csak. Igazából eladtam Parejót, úgyhogy mindenféleképpen kellett egy fiatalabb játékos a helyére. Gavi 17 éves, 80-as értékelésű, nem túl realisztikus igazolás, de ettől függetlenül nekünk tökéletes lesz, mert hogy ez csak egy játék. És meg is van a következő igazolásunk, aki nem más, mint Martin Zubimendi. Sociedadtól jött, 30 milliót fizettünk érte, és igazából egy 23 éves tehetséges védekező középpályásról van szó, aki tökéletesen bele fog illeni a csapatunkba remélhetőleg. Következő igazolásunk, hát Raúl Albiol a Portóhoz, de mondjuk nem pont erre gondoltam. Ez hogy történt? Na itt van Kaiki. Mindegy, a lényeg, hogy 3,8 millióért jött a brazil 18 éves középhátvéd, 70-es értékelésű, nyilván nem lesz kezdő, viszont Castello Luqueba valószínű kezdő lesz, hogyha sikerül megegyezni vele. Na meg is van a biznisz, Luqueba átköltözött Lyonból a Villarrealhoz, országot váltott, C-s értékelés, 30 millióért vettük meg, hát 24-ért nem adták volna oda, na mindegy, ettől függetlenül szerintem nem egy rossz igazolás, 19 éves, 77-es értékelésű, és kb. A kezdő csapatunkba is befér, sőt, biztos. Aztán akkor így néz ki most a csapatunk ezekkel az igazolásokkal. Értékelésben ugyan egy kicsit gyengébb, de ettől függetlenül sokkal fiatalabb a keretünk. Szerintem most már 30 fölötti játékos nincs is a kezdőben. Pedraza mennyi? 28, nem? 26. Erős fiatalitáson esett túl a kezdő csapatunk. Jól is néz ki. Van még 54 milliónk, lehet vele bármit kezdeni. Nem tudom, majd meglátom. Lehet, hogy januárban költünk még egy kicsit. Na itt vagyunk az átigazolási időszak végén, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi történt, mert hogy volt rendesen mozgás. Raúl Albiol távozott a Portóhoz, Kaiki érkezett, Luqueba érkezett, Robert Sanchez érkezett, Gavi érkezett, Zubimendi érkezett, Moreno távozott a PSG-hez, Parejo távozott a Milánhoz, Coquelin távozott a Betishez, és Moreno távozott a Spurshöz, úgyhogy jó sok pénz jött be a csapatba, és hát azért nem költöttük el az összeset. Így néz ki a kezdőcsapatunk, remélhetőleg a szezon végére mindenki 80 fölött lesz.
ez lenne az egyik cél, meg az, hogy valami európai kupa szereplést elérjünk, bár annyira nem erős azért még a keretünk, de ki tudja, bármi lehet. Na itt is vagyunk, srácok, a szezon felénél, nézzük is, hogy mi a helyzet. Negyedikek vagyunk, ami egyébként nagyon jó, úgyhogy ennek tök örülök. Szép teljesítmény, kupa még nem volt, illetve van nekünk egy konferencia ligánk, ahol elsőként jutottunk tovább a csoportból, úgyhogy itt még nincsen sorsolásunk. Remélem, hogy ezt amúgy be tudjuk majd húzni esetleg ezt a konferencia ligát. Nem tűnnek olyan hüde nagy ellenfélnek itt a többiek, de hát ki tudja, minden esetre jó lenne. Kezdő csapatunk így néz ki jelenleg, 2 játékos van már csak 80 alatt, Pedraza, illetve Lukeba, úgyhogy tök király az egész. Ja, úgy néz ki, hogy 1-2 játékos elveszi a többieknek a játék idejét. Lo Celso ugye kölcsönben van, az ő helyére még kéne valakit hozni, úgyhogy szerintem most ez fog következni. Van rá pontosan 58 millió eurónk, abból azért tudunk egy 81-es, 2-es játékost venni szerintem. Na meg is van az új középpályásunk, Ciprián Thuram személyében, 36 millió euróért jött, szerintem jó igazodás volt, 80-as értékelésű, 21 éves, 32 milliót ér, bőven jó lesz a csapatunkba szerintem, úgyhogy igazából be is teszem ide Lo Celso helyére. Gyönyörű szépen. Lo Celsót meg visszaküldjük a Spursnek, mert igazából szerintem így nem lesz rá szükségünk, és egyébként meg csak elvenni a játék lehetőséget. Úgyhogy köszönjük szépen a szolgálatait, de ennyi volt. Összességében akkor igazából szerintem ez az átigazodási időszak, ez így ennyi. Jók vagyunk teljesen így. Szezon végére valószínű mindenki elírja a 80-at, aztán majd meglátjuk. Jacksonnak a release close-a aktiválva lett, úgyhogy őt most elveszítettük. Na mindegy, ennél nagyobb bajunk ne legyen, szerencsére nem a legjobb játékosunkat vették meg. Viszont itt van akkor a szezon közepének a vége, ami ugye az átigazodási időszak végét jelenti természetesen, csak nem tudok beszélni. Ez ma már a harmadik videó, amit fölveszek. Jackson távozott a Fulhamhez, Thuram érkezett a Villarealhoz, és ennyi történt összességében, úgyhogy jöhet is a szezon vége. Na srácok, vége is a szezonnak, és ahogy láthatjátok, nem mi nyertük meg a konferencia ligát, a Fiorentina lett a győztes, de egyébként ott voltunk a döntőbe, úgyhogy tök jók voltunk. A bajnokságban elértünk egy jó kis helyezést, negyedikek lettünk, úgyhogy indulunk a bajnokok ligájában, ami tökéletes számunkra. Hát a kupában igazából szerintem erről ne is nagyon beszéljünk, a Girona ejtett ki minket itt egyből az elején. A konferenciás liga van még vissza, ahol bejutottunk a döntőbe, Trabzonsport vertük az elődöntőben, előtte a West Hamet, előtte pedig a Royal Union Saint-Gilenoit, vagy micsodát. Itt a kezdőcsapatunk, Pedraza, illetve Zubimendi nem igazán játszottak ebben a szezonban, és ezt rohadtul nem értem, hogy miért egy Trigueros meg egy Baena játszott, de hát ez ilyen. Ezt kell szeretni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet egyébként a csapaton belül. 52 meccset játszott Danjuma, és 31 gól, 8 assziszta mérlege. Ezzel ő volt szerintem a szezon legjobb játékosa, gólok tekintetében egyértelműen, illetve asszisztokban is végül is Chukwuezével egyenlően. Úgyhogy ez szép volt Danjumától ez a szezon nagyon. Szépen fejlődtek a srácok. Egyébként pont ahogy elvártam, egy BL szereplésre elég volt ez a keret, és a következő szezonban ez csak erősödni fog, úgyhogy jöhet is a második szezonunk. Na meg is van az új leftbackünk, Alejandro Balde személyében, 30 millió euróért érkezett, lejárt volna a szerződése, úgyhogy rohadt jó bizniszt ütöttünk nyelbe, 79-es, 19 éves, 36 milliót ér a pali, illetve egy William Salibát néztem még ki, hogy megerősítsük a védelmünket, úgyhogy megpróbáljuk leszerződtetni őt is.
Na, Saliba is megvan, 87,5 millióért érkezett a Bayern München csapatától, egyből kezdő lesz. Először úgy gondoltam egyébként, hogy padra igazolok középhátvédet, de végül úgy döntöttem, hogy legyen már egy rohadt jó középhátvédünk. Úgyhogy Lukeba sajnos vissza fog szorulni a padra, Saliba pedig 85-ös értékelésével jön föl, és Balde pedig Pedraza helyére jön, és remélhetőleg játszani is fog. Úgyhogy így néz ki a csapatunk, remélem Zubimendi is játszani fog, ugyanis Trigueros-t éppen el akarom adni, meg Capoue-t is, ja, reménykedek a legjobbakban. Jól néz ki a keretünk, remélem, hogy tudnak majd fejlődni a srácok szépen, és kíváncsian várom, hogy hogyan teljesítenek majd. Na, srácok, itt is lennénk, úgyhogy nézzük, hogy mi a helyzet az átigazolási időszak végén. Azt mondja, hogy Baena távozott, Moika távozott, Navarro, ő egyébként a homegrown talentünk, ő is távozott kölcsönbe, őt szerintem még nem mutattam egyébként, na mindegy. Trigueros távozott, Saliba érkezett, Balde érkezett, Iborra távozott, és igazából így ennyi történt. A csapatunk pedig így néz ki, a fele a spanyol válogatottban van, illetve Hollandiában és francia válogatottban, úgyhogy izgi, jól néz ki a keretünk, remélem, hogy jól fognak tudni muzsikálni a srácok itt a BL-ben is, meg hát a bajnokságban is, mert hogyha nem nyerjük meg most egyből a BL-t, ami azért valljuk be nem valószínű, akkor be kell valahogy jutni megint. Úgyhogy hajrá, és nézzük, hogy mi van januárban. Na srácok, itt is vagyunk, nézzük is, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy negyedikek vagyunk ismételten, teljesen tökéletes, bőven elég nekünk. Kupa még nem volt ugye, és bajnokok ligája. Hát itt nem jutottunk tovább, harmadikak lettünk 8 ponttal, gólkülönbséggel estünk ki a Porto ellen. Eléggé nehéz csoport volt egyébként, de azért tovább kellett volna jutni szerintem. Na mindegy, úgyhogy Európa Liga és a Villarreal ellen fogunk játszani. Mi is volt? Ja, Villarreal ellen, a Fiorentina ellen, bocsánat, velük játszottuk a Konferencia Liga döntőjét, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy azóta fejlődtünk annyit, hogy meg tudjuk őket verni. A csapatunk jól néz ki egyébként, úgyhogy nagy probléma nincsen. Lukeba nem boldog egyáltalán, mert alig játszik, de hát ezt meg tudom érteni. Viszont a többiekkel kifejezetten nincsen probléma, úgy néz ki, hogy Zubimendi is játszik, úgyhogy tök jó. Viszont, hogyha Lukebát eladjuk, akkor jó sok pénzünk lesz, és akkor tudunk erősíteni szerintem. Valahol biztos. Na meg is van az új védekező középpályásunk, Camavinga személyében. Fölvásároljuk igazából a top tehetségeket a ligából lassacskán. 77,4 millióért vettük meg Camavingát, 84-es értékelésű. Remélem, hogy jobban fog fejlődni, mint Zubimendi. Egyből jön is a kezdőbe, és így néz ki gyönyörű szépen a dolog. Nagyon remélem, hogy sikerül majd fejlődjön szépen, és fog majd tudni rendesen játszani. Jól néz ki a csapatunk, jó lenne, hogyha az Európa Ligát meg tudnánk nyerni, illetve bent, vagy hát tudnánk legalább egy negyedik helyet szerezni a bajnokságban. Na itt vagyunk, srácok, az átigazolási időszak végén, úgyhogy nézzük is, hogy mi történt. Azt mondja, hogy Lukeba távozott, Camavinga érkezett, és hát ennyi. Nem volt semmi nagy izgalom, a csapatunk az viszont így néz ki. Eléggé szép egyébként, én azt gondolom, úgyhogy minimum a BL hely az elvárás, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na, vége is a szezonnak, srácok, úgyhogy nézzük, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy megnyertük az Európa Ligát, úgyhogy biztos ott vagyunk már a BL-ben, illetve harmadikak lettünk a bajnokságban, úgyhogy még biztosabb, hogy ott vagyunk a BL-ben. Tök király. Hát a kupáról inkább ne is beszéljünk. Racing Santander ejtett minket ki. Viszont az tök jó, hogy eljutottunk idáig az Európa Ligában, és meg is tudtuk nyerni. Ugye a preliminári, vagy mi a bánatos roundba érkeztünk, mert hogy kiestünk a BL-ből, megvertük a Fiorentinát, aztán jött a Leicester, aztán a Sociedad,
a Galatasaray, és a végén pedig a Dortmund, úgyhogy ez egy szép kis menetelés volt, én azt gondolom. És itt van a kezdő csapatunk, amiben a leggyengébb játékosunk Robert Sanchez a kapus, aki 83-as értékelésű. Jól néz ki a keret, azt kell mondjam. Nézzük is meg, hogy hogyan teljesítettek a srácok. Legtöbb meccset Sanchez védte, vagy hát játszott, és Danjuma 32 gólos volt, Turán pedig a legtöbb asszisztot osztotta ebben a szezonban. Eléggé elégedett vagyok a játékosokkal, szépen teljesítettek. Remélem, hogy jól fognak tudni fejlődni a következő szezonban is. Jó lenne azért. Na srácok, hogyha BL-t akarunk nyerni, akkor kell egy nagyon jó kapus, és Alissonnál nem igazán találni jobbat ebben a játékban, úgyhogy 80 millió eurót költöttünk rá, hogy jöjjön egy 90-es értékelésű hálóőr a csapatunkba, és lehet, hogy ez lesz majd, ami a különbséget teszi. A között, hogy megnyerjük a BL-t, vagy a között, hogy nem. Ez így ennyi. Egy jó kis 90-es kapussal már sokkal nagyobb az esélyünk a győzelemre. Úgyhogy szerintem ennyi lesz ebben a szezonban egyébként az összes igazolásunk, a többiek majd szépen fejlődgetnek meg ilyenek, aztán meglátjuk. Na itt is vagyunk srácok, nézzük, hogy mi történt az átigazolási időszakban. Azt mondja, hogy Navarro kölcsönbe ment, és Alisson pedig érkezett, úgyhogy nem volt nagy mozgolódás a klubnál, de eléggé jól néz ki a kis keretünk. Nem mondom azt, hogy nagyon esélyesek vagyunk a Bajnokok Ligája győzelemre, de még akár az is benne van, hogyha szerencsés sorsolást kapunk, ki tudja. Viszont nézzük meg, hogy egyáltalán tovább jutunk-e a csoportból, úgyhogy jöjjön január. Na srácok, itt is lennénk január 1-én, az utolsó 4 meccsünket decemberben megnyertük, úgyhogy jó formában vagyunk. A bajnokságot igazából, hát majdnem vezetjük, tök ugyanúgy állunk, mint a Real Madrid, úgyhogy nem rossz a dolog, és UEFA szuperkupánk volt, azt elveszítettük a Juventus ellen sajnos. A BL-ben viszont tovább jutottunk, méghozzá eléggé magabiztosan, 5 győzelem, 1 döntetlen, úgyhogy ez azt eredményezte, hogy a Róma lesz az ellenfelünk. Jobban jártunk, mint a Monaco, ők a Bayern München-t kapták. Egyetlen egy hülyeség volt, hogy nem figyeltem arra, hogy Juan Foyt-nak van egy release clause-a, ami egyébként 100 millió volt körülbelül, ja, valami 103-at kaptunk érte adó után, úgyhogy összességében jól jártunk vele, mert biztos, hogy nem ért annyit a pali, de most kell keressek egy új rightback-et, úgyhogy ideje körülnézni. Na meg is van a legújabb szélső védőnk, Jules Koundé személyében 122,8 milliót fizettünk a paliért. Hát nem volt olcsó, de 89-es értékelésű, úgyhogy sokkal jobb, mint Foyt volt. Szóval, ja, nem rossz a dolog, jól néz ki a csapatunk, padunk se olyan rossz, bár mondjuk a védelemben nincs annyira nagy erősségünk itt. Na mindegy, reméljük, hogy nem lesz semmi probléma. Eladni nem akarok semmit és senkit, úgyhogy jöhet is az átigazolási időszak vége, aztán pedig a Bajnokok Ligája. Na itt is vagyunk srácok, nézzük, hogy történt-e valami extra. Foyt ugye távozott, és Koundé érkezett a helyére. Reméljük, hogy be is válik majd ez az igazolás. 86-os a leggyengébb játékosunk Turán személyében. A kezdőben szerintem amúgy így már egy BL esélyes csapatunk van, na majd meglátjuk. Na srácok, itt is lennénk, a Róma lesz az ellenfelünk, ahogy azt már tudhattuk is. Idegenben kezdjük a párharcot, szerintem a csapatunk erősebb papíron, de majd kiderül. 3-2-es vereség. Az faszan, Danjuma kihagyott egy büntetőt, az még jobb. Na srácok, itt vagyunk a visszavágóval, nyerni kell, nincs mese. 3-1-es győzelem, tovább jutottunk, nagyon király, erről van szó. Azért megizzasztott a Róma eléggé rendesen, de hazai pályán szépen hoztuk a mérkőzést. Tovább jutott a Monaco, tovább jutott a Real Madrid, a Borussia Dortmund, a PSG, a Chelsea,
a City meg a Frankfurt, hát Monakónak vagy a Frankfurtnak mondjuk azért tudnék örülni, megmondom őszintén. Na srácok, a Chelsea-t kaptuk, annyira azért nem a lehető legnehezebb ellenfél, de tőlük már tartani kell, főleg úgy, hogy ott van Bellingham, Tomori, azért szép kis csapatuk van. Nézzük, mire vagyunk képesek, hazai pályán kezdünk. 2-1-es győzelem, oké, szép. Ezt idegenbe is valahogy hasonlóan kéne lehozni. Na, utazunk a Stamford Bridge-re, és remélhetőleg tovább jutunk. Nézzük. 3-1-es győzelem, gyönyörű, ott vagyunk az elődöntőben. És nézzük a lehetséges ellenfeleinket. Így a PSG az nagyon durván megy, illetve a Dortmund is. Hoppá, a Cityt nagyon keményen kiütötte a Borussia Dortmund. Kit igazolhattak vajon, vagy mi történik ott? Na srácok, itt is vagyunk. Semmi olyan hüde nagy igazolás amúgy nem volt. Alvarez, Gallagher, meg Gaia, meg Bá talán, aztán így ennyi. Papíron jobb a csapatunk szerintem. De ne becsüljük le őket, a Man Cityt nagyon megverték. 1-0, oké, az jó, az nagyon jó. Na srácok, hozzuk le Léci, hozzuk le, egy kicsit fáradt egy-két játékosunk, de remélem meg tudjuk tartani ezt az egy gólos előnyt, Léci. Ott is van, ott vagyunk a BL döntőben, gyönyörű, erről van szó. Nézzük, hogy PSG vagy Real Madrid. Madridnak örülnék amúgy, és a Real lesz az ellenfelünk. Jó, egy jó kis spanyol házi döntő, az fasza lesz. Na srácok, itt is vagyunk egy jó kis spanyol házi döntőben, a Parc des Princes-ben fogunk játszani. Hát igen, a PSG hazai pályán játszhatta volna a döntőt, hogyha tovább jutnak, de nem jutottak tovább. Azért van egy Kamavingánk tőlük, aki azért tudni fogja, hogy mi a helyzet. Szerintem eléggé meggyengítettük, mert hogy egy Lobotka kell ott játszon a középpályán, meg egy Ceballos. Brahim se a legjobb. Tomiyasu Stones. Érdekes, érdekes csapat amúgy. Vinicius meg Rodrigo brutálisak, Marquinhos meg Courtois is szintén, de a többiek amúgy annyira nem extrák. Na mindegy. Nézzük igazából. Itt is lennénk. Ő kicsoda. Na mindegy, lényegtelen. Villarreal, Real Madrid. BL döntő. A PSG stadionjában. Marquinhos végül is. Jó sokat játszott ebben a stadionban, úgyhogy ő ismeri a dörgést. De hát ez nem fog semmit jelenteni. Vini. Az egy szép fejes volt egyébként Brahimtől. De Alisson ott volt és védett. Csukvu. Koundé. Csukvu. Az jó, Danjuma talán nem is volt les. És megadja. Megadja. 1-0 20. percben. Arnaud Danjuma a gólszerző. Vagy Danjuma. Jaj, de szép. Szép. Azt jó, elbasztuk. Jaj, ezt is. Jaj, de elrontottuk 1-1. Nem tudtuk kihozni a lambdát, és Ceballos kiegyenlített. Hát ezt itt nagyon elrontottuk. Adtunk igazából egy gólpassz előkészítést Koundéval. Ez nem volt szép. Azaz, Jeremy nagyon jól indult. Lövés. Egy-két centim múlt. Itt az első félidő vége. 1-1 az állás. Simán lehetne 1-0, de hatalmasat hibáztunk, úgyhogy így jártunk igazából. Real Madridnak passzjátéka nem igazán van ezen a mérkőzésen. Több mint kétszer annyit passzoltunk, mint ők. De hát ez ilyen. Az jó, Csukvu, lőjük be! Ott is van a vezető gól, Csukvu Eze. Gyönyörű. 2-1 az 55. percben, szépen kijátszottuk.
a Real védelmét, és itt már csak meg kellett indulni. Akkor erő volt benne, hogy átment Courtois-n. Kb. Na jó, nem, de szép volt. Jaj, de veszélyes. Ott a gól. Rodrigo. 2-2 a 72. perc végén. Ez most szép passzjáték volt. Eddig nem ment ez a Reálnak. De most nagyon. Nem tudom, ki volt. Brahim volt? Nem. Mi a neve? Ceballos volt, aki ott nagyon megette a védőt. Hát ezen múlott ez a gól igazából. Az viszont jó, Bádé. Középen Danzsú, és ott is van, gyönyörű szép, erről van szó, milyen szépen bejátszottuk a 16-oson belülre, és ismételten vezetést szereztünk, nem hagyjuk magunkat. Akárhányszor kiegyenlít a Reál, jön a válasz, gyönyörű. Kamavinga, Turam, Bádé kinn a szélen megint csak, beközépre, Csukwu. Nem jó. Danzsuma. Szöglet. Danzsuma. Nem. Szép. Jeremy. A másik széle. Koundé. Hát ez nem volt az igazi. És itt a vége a mérkőzésnek. Elég gyorsan letelt itt, játszogattunk a levegőben, aztán egyszer csak vége lett. Megnyertük a Bajnokok Ligáját, srácok. 3-2-es győzelmet arattunk a Real felett. Nem volt könnyű, azért mindig csak-csak visszajöttek, de jobbak voltunk náluk. Úgyhogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, és Pau Torres ismételten BL trófeát emelhet föl. Ha esetleg még nem láttátok az előző videót, akkor mindenféleképpen nézzétek meg, mert hogy ott is sikerült neki BL-t nyerni. És felálltak a játékosok szépen libasorba, jönnek a pódiumra, és Pau Torres zárja a sort, és emeli majd a magasba a trófeát. Így is van, itt a főnök, és már a kezében is a kupa, és hivatalosan is teljesítettük az újjáépítést. Azt már tudjuk, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját, viszont azt nem tudjuk, hogy a többi versenysorozatban mi a helyzet. Megnyertük a bajnokságot is, gyönyörű szép, illetve megnyertük a spanyol kupát is, úgyhogy tripláztunk itt a harmadik szezonunkba, vagy negyedik? Harmadik, nem? Elég gyors volt ez most. Ja, a legjobb 32 között 4-0-ra megvertük a Valenciát, aztán jött a Rayo, utána a Real Madrid, elődöntőben a Cádiz. Ez elég necces volt, na mindegy. És a döntőben pedig a Barszát is kiütöttük. Aztán pedig volt egy jó kis bajnokok ligájánk, amit sikerült megnyerjünk. Borussia Dortmundot ugye megvertük egyszer már egy kupa döntőben, méghozzá az előző szezon Európa Liga döntőjében, ez most jutott egyébként eszembe, nem meglepő, hogy tovább jutottunk ellenük. Chelsea, és előtte pedig egy jó kis Róma. Úgyhogy annyira nem is volt vészesen nehéz dolgunk. Itt van a csapat, amivel ezt sikerült elérni, igazából 4 játékoson kívül mindenki 90 fölötti. Akik alapból itt voltak, azok 1-2-3-4 játékos. Az egészen jó arány egyébként szerintem. Nézzük is meg, hogy teljesítettek a srácok a szezonban. Legtöbb mérkőzést, hú de sokan játszottak 58-at, nem sorolnám inkább föl. Danzsuma volt a gól királyunk, és az assziszt királyunk is, ugye? Így is van. A legnagyobb király volt ebben a szezonban a holland. Ja. Nem gondoltam egyébként, hogy ő itt lesz a végéig, én azt hittem, hogy egy csatárt majd kell vegyünk, de hát nem kellett, úgyhogy jó, hogy visszahoztuk a Spurs-től kölcsönből. Azt a mindenit, Turán mennyi gólt lőtt. Egy 20-as gurított a ligában, meg a BL-ben is hetet. Az szép.
Na jó van, srácok, ennyi lett volna ez a Villarreal újjáépítés. Hogyha tetszett, és még nem tettétek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban, addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!